Így szól, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Nem szeretek sötétségben lenni, és a borús napokat sem igazán szeretem. Gondolom, sokan így vagyunk ezzel. Azonban egy borús vasárnapon a délelőtti Isten tiszteleten ige hirdetést hallgatva különös élményben volt részem. A napsugarai pár másodpercre beragyogták az Isten házát. Nagyon érdekes jelenség volt ez számomra, mert úgy éreztem, hogy Isten simogató keze nyugszik rajtam. Ez a simogató atyai kéz a teremtés kezdetén világosságot teremtett. A világosságot elválasztotta a sötétségtől. Isten tudja azt, hogy az embernek milyen nagy szüksége van a világosságra. Szükségünk van a világosságra, Isten fénye út a sötétben, ami számunkra. Jól tudja Isten azt, mi nagy szükségünk van az ő világosságára. Hiszen életünkben vannak nehezebb időszakok, vannak nyugtalanabb pillanatok, sötét órák amelyeket nem igazán szeretünk. Ezeket szeretnénk a mi életünkből eltüntetni. De Isten fénye út lehet számunkra a sötétben. Nehéz helyzetben vagyunk most is. Nehéz helyzetben, de adventben is. És én hiszem azt, hogy a körülményeink ellenére Isten fénye most is út lehet a sötétben a mi számunkra hogy az ő világossága segít nekünk meglátni és felismerni, hogy mire van szükségünk ebben az adventben. Nem baj, ha csendesebb a várakozásunk. Nem baj, ha egyszerűbb és szerényebb lesz a karácsonyi ünneplésünk. Nem baj, ha nem olyan lesz, amilyennek elképzeltük, amilyennek megterveztük. Talán megtanuljuk megélni és értékelni az adott pillanatot, életünk minden egyes percét. Talán többre értékeljük és megbecsüljük az emberi kapcsolatainkat. Talán hálát adunk annak az Úrnak, aki 2000 évvel ezelőtt fia Jézus Krisztus által világ világosságaként eljött erre a földre, hogy mi ne járjunk sötétségben. Jézus így szól, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az életvilágossága. Kívánom, hogy ebben az adventben megéljük, átéljük, hogy a mi Urunk a világvilágossága. Legyen erre a mai napra imádságunk, az egyik énekünk. Te vagy a fény, a szívemben Jézus. ad, hogy ne szólhasson bennem a sötét. Te vagy a fény a szívemben Jézus, Krisztus jöjj, tevezes utamon, adja Isten, hogy mindannyiunk életében így legyen. Amen.